2014-es évben a személyvedelemadó változása tulajdonképpen egy szempontból olyan nagyon, vagy két olyan nagyobb téma van, amiről érdemes beszélni. Az egyik a nyugdíjjárulék kedvezmény bevezetése miatt teszi a változások. Ez egy egész nagy falat, jó, bonyolultá tesz minden rendszert, és meg kell érteni, hogy hogy működik ahhoz, hogy rendben tudjuk alkalmazni. A másik pedig egy új, nevezzük adókedvezménynek, ha nevezhetjük így, bevezetése. Ez a nyugdíj biztosításnak a kedvezménye. Ugye régen is volt nekünk biztosítási kedvezményünk, most valami hasonló, de mégis más kerül bevezetésre a törvénybe. És persze van még sok más apró változás az SZIA törvényben, amiről szót fogunk ejteni. Kezdjük mindjárt a változások sorát a külföldi vendégművész adózásával. A külföldi vendégművésszel tulajdonképpen az a probléma, hogy idejön, kicsit művészkedik, fölveszi a pénzt, és elmegy Magyarországról, és hogyha a magyar, és hogyha a szabályok szerint mondjuk egy kettős adózás kizáró egyezmény szerint az adózási hely, ahol adót kéne fizetni Magyarország, addigra már rég nincs itt a művész, mire nálunk a bevallási időszak eljön, és már régen is felejtette, hogy itt neki bevallási kötelezettsége lenne. Ezért a törvény a külföldi vendégművészek tekintetében egy egyszerűsítést vezet be, amivel könnyen, gyorsan, akkor, amikor éppen még itt vannak, tudják teljesíteni a magyar állam felé a bevallási és adófizetési kötelezettségüket, egy egyszerűsített jövedelemmegállapítási módszert is alkalmazhatnak, és így gyakorlatilag nem kell nekik várni, kiszámolni, rájönni, hogy Magyarországon mikor van a bevallási kötelezettség, azt a vastag paskamétát, hogy kell, nem tudom kivonani. Na tehát a bevallást értelmezni tudják, nem kis játék azzal a bevallással elvárni, főleg ha az ember nem tud magyarul. Tehát nyilvánvalóan ez segítség. Hogy kire vonatkozik ez az egyszerűsítés, ezek a törvény konkrétan felsorolja teáor szám szerint, de ezek a zenészek, énekesek, színészek, segédszínészek, statiszták, bábművészek, táncművészek, cirkuszi és hasonló előadó művészek. Tehát ez a kategória. És még egy nagyon fontos szempont van, itt a feltételek között olvashatják, hogy ez a jövedelem nem kifizetőtől származik. Miért van ez így? Ha kifizetőtől származik a jövedelem, és az egyezmény szerint Magyarországon van adófizetési kötelezettség, akkor a kifizető ott fog előleget levonni, igaz? Tehát a magyar állam nem sérül. De amikor nem kifizetőtől származik a jövedelem, akkor biztos, hogy a művésznek kell lépéseket tenni, és akkor az szokott elfelejtődni. Tehát feltétel, hogy ez a jövedelem nem kifizetőtől származik. Egyébként az adókötelezettséget Magyarországon vagy Magyarországon is kell teljesíteni. Ez a külföldi vendégművész TB szempontból nem minősülhet belföldinek, tehát magyar illetőségűnek. És egyébként ez a vendégművész egy évben, egy évet úgy kell érteni, hogy bármely 12 hónapban nem tartózkodhat 183 napot meghaladóan Magyarországon. Ha ezeknek a feltételeknek megfelelünk, akkor tudunk egyszerűsített adózási módot választani. Ez a döntés a művészt illeti meg, tehát ő dönt így, hogy egy általános szabályok, tehát amik változatlanok, vagy pedig ezt az egyszerűsítést alkalmazza. Ennek az a lényege, hogy a bevételének a 30%-át költséghányadként levonthatja, a fönnmaradó 70% mint jövedelem után fog adót fizetni. Nyilvánvalóan ennek a bevételnek része minden, amit a fellépésével kapcsolatban kap, esetleg szállásköltséget kap, utazási költségtérítést kap, vagy mit tudom én, milyen költségtérítést kap, ez is a bevétel része. Ez a jövedelem, amit így megállapít a művész, külön adózó jövedelemnek minősül, ez azt jelenti, hogy az adóval szemben kedvezményeket nem lehet érvényesíteni. Azért ma a magyar adórendszerben elsősorban a családi kedvezmény van, és elméletben ezt a külföldit is megilletné, ez a családi kedvezmény Magyarországon bizonyos feltételek mentén, de ez, hogy külön adózó jövedelemként kell kezelni ezt a jövedelmet, egyértelművé teszi, hogy semmilyen jogcímen nem csökkenthető már ez az adó Magyarországon. A külföldi vendégművész idejön, fellép, nem kifizetőtől megkapja a bevételét, és be is adhatja a bevallását, különösen, hogyha már nem terveztő fellépést Magyarországon. Ez egy egyszerűsített angol-magyar nyelvű bevallási nyomtatvány. Még élő ember nem látta, nem készült még el, tehát még ne keressék.
Jó? Tehát ez egy egyszerűsített angol-magyar nyelvű nyomtatvány. Erre nem kell adóazonosítót írni sem, tehát nem kell a művésznek emiatt adószámot kérnie, meg adóazonosítót kérnie, hanem nyilván a természetes azonosítóival, a névvel, a lakcímmel, a mit tudom én mivel, születési dátummal azonosítva beadja ezt a bevallást, befizeti az adót, és mi nagyon elégedettek vagyunk. Ha valaki ebbe a rendszerbe lép be, van egy mentesítő szabálya, nem kell bevallani az első 200 000 forintot, mert azután nem kell adót fizetni. Tehát gyakorlatilag, ha átjön ide valaki, a gyerek születésnapjára meghívnak egy bábművészt, én egyébként most szerveztem Mikulás ünnepséget, és 70 000 forint alatt senki nem mozdul meg egy fél órás műsorra. Tehát mondjuk 70 000 forintért eljön a gyerekünk születésnapi zsúriára, hogy adjon egy fél órás műsort, akkor gyakorlatilag ennek a külföldi vendégművésznek itt, ez egy egyszeri alkalom volt, és nem jön többször, nincsen adófizetési kötelezettsége. Jó? És akkor az is egyértelmű, hogyha nem ezt a módot választja a művész, akkor az általános személyek szabályok szerint ad bevallást, illetve hogyha ő neki vegyes a jövedelme, van kifizetőtől származó is, meg van ilyen magánszemélytől származó is, nem kifizetőtől származó is, akkor nyilvánvalóan ő neki muszáj rendes nagy bevallást adni, ha itt van adófizetési kötelezettsége, tehát nem biztos, hogy érdemes ezt választani. Nevelőszülő jogviszonya. A nevelőszülői jogviszonyt